Zsinka János vagyok, 1957. május 12-én születtem Szekszárdon, de gyerekkoromat Bátapátiba töltöttem 6 éves koromig. Apám bányász volt, Komlóra járt bányába, és valami utamódon Bátapátiba telepettek le, és egy szerencsétlenség véget, több napon keresztül a bánya fogságába került, ilyen szilikózist kapott, és leszázalékolták. Onnan visszakerültünk Szedresbe, anyám a szedresi születésű, és onnantól kezdve az életemet Szedresbe töltöttem el, Szedresbe végeztem az általános iskolát. Az iskola befejezése után elkerültem Szekszárdon az 505-ös ipari iskolába, kémiai szakmát tanultam, jó eredménnyel végeztem, nagyon szerettem a kémiai szakmát, mai napig is szeretem. Az iskola befejezése után elkerültem Siagárdra egy pár hónapig, Béla keresztapám, mondhatok nevet? Daradics József és Danóczi Nándi, ők abban az időben maszekkőművesek voltak, és nagyon sokat dolgoztam velük. De rendes, nem csak egy ilyen idény munkára, nagyon-nagyon sok házat építettünk, sejtettem építeni Siagárdon, és utána akkor elhelyezkedtem protekcióba, abban az időben protekcióba a szedresi termelőszövetkezethöz, mint karbantartó köműves, és hamar rájöttem arra, hogy nem azért tanultam, hogy állattenyésztő telepeken az állatok etetésére használatos jászokat cementeljezzem, meg rettegessem, meg trágyába járjak egész nap, és ott hagytam a gazdaság, vagy a termelőszövetkezetet. Utána elmentem a Szekszárdi Állami Gazdasághoz köművesnek. Ott már családi házakat építettünk. Apám mondja nekem, hogy azt, hogy szeretnék valamit mutatni. Mutatott a Népszabadság újság járt nekik, és mutatott egy cikket, egy budapesti vállalat, építőipari gépesítő vállalat, toronydarú és autódarú kezelőket indított be egy 6 hónapos iskolát Debrecenbe. És egyből megörültem neki, hogy ki tudok bontakozni, el tudok menni más irányba dolgozni. Jelentkeztem, egyből fölvettek, elkerültem Debrecenbe, elvégeztem az iskolát. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy egyből 1980. január 2-án Paksa kerültem a Paksi Atomerőmű vállalathoz, mint toronydarú kezelő. 10 napot dolgoztam 12 órával, például délelőttes műszakban, utána 4 nap szabad napom volt, és utána 10 napot dolgoztam 12 órában éjszakában. Nagyon fárasztó volt. És azt gondolom, hogy 23 éves koromban egy 95 méter magas toronydarón dolgozni nem semmi dolog volt. Tolnára úgy kerültem, a feleségemmel megismerkedtünk egy esküvőn, unokaöcsémnek az esküvőin, azt hiszem 1980-ban. Tengész vadászmajorba, 3 éves udvarlás után, 83. május 6-án összekötöttük az életünket, és anyósoméknál laktunk közel egy évet, de nagyon-nagyon nehéz volt a 3 műszakos bejárás. Az erőműbe dolgozni folyamatos műszakba, és nézelődtünk a környékbe házakat, és 1984. júniusában ide költöztünk Tolnára. Tolna városa, vagy hát akkor még nagy község volt, nem volt ismeretlen, de egy olyan közegbe jöttünk, ahol nem volt ismerős. Nem volt ismerős, teljesen idegen környezet volt. Vettünk egy
olyan házat, ami nagyon-nagyon rászorult a felújításra. És onnantól kezdve házat kezdtem el felújítani, mellette erőművel dolgozni, mellette még az időt még arra is kiszámítani, hogy elmenjek egy kis pénzt is keresni, egy kis maszekpénzt keresni. Dolgoztam egyfolytában. Volt egy nagyon csúnya balesetem, a tűzfal kidőlt, a fal dőlt balra, én meg jobbra, úgy dőltem, hogy pedig nem is voltam magasan, két csigolyám eltört, és ez 4 éve volt, 2020-ban, 2020 augusztusában volt a baleset, és bekerültem Pécsre az idegsebészetre. Hát úgy volt, hogy meg kell műteni, és a doktor fölvázolta nekem, hogy ez is ez, mondom, doktor úr, én nekem még életcélom van. Nekem a házat meg kell csinálnom, itt vannak a gyerekeim, mindenféle, és hála a jó Istennek, azt is meg kell említeni, mert akkor, amikor az ágyon feküdtem, azt mondtam, Istenem, segíts meg. Mert muszáj felépülnem. 84 májusban született az első családunk, Ákos. 5-9 év után kísérte a második családunk, az Áron. Az Ákos elvégezte a festő szakmát, utána érettségizett, és fel volt neki adva a feladat, hogy amikor végzett a szakmával, hogy mi legyen, hogy hogyan, merre, miként, akkor már volt nekem vállalkozásom, és eljött velem. 13 éves korában eljött velem Török Bálintra, ott szigeteltem egy nem nagy volumenű, egy olyan 90 négyzetméteres házat, és mondtam neki, Ákos, el tudsz velem jönni, a ragasztót meg tudod keverni, a szigetelőanyagot oda tudod hozni, abban az időben nem voltak ilyen speciális szerszámok, hogy polisztirol vágó gép, meg mindenféle, mindent, disznóvágó nagykés, meg volt élezve is, azzal vágta. Amikor szabni kellett, azokat mindent én szabtam, de mindent oda dolgozott a kezem alá, és hála jó Istennek, egy nagyon jó szakembert neveltem ki belőle, mert megtartottam a szakmának a szeretetére, és azóta egy közel 20 éves céget vezet, a Tolnaszik BT-t, a kisebbik fiam, az karosszéria lakatosnak tanult, utána elment Dunaújvárosba egy erős áramú technikumot végzett, 10 éve a Tar János Tar Kft. Oszlopos tagja, Paksi kirendeltségen dolgozik. Vettem egy videókamerát. Abban az időben egy Panasonic M40-es kamera a 80-as években egy nagyon nagy szám volt, és mentünk Németországba a barátokhoz, és meghívtak engemet. Hogy egy esküvőre mentünk, a lányok ment férhez, és akkor vittem a kamerát is, és ott videóztam először a lakodalmat. Annyira jól sikerültek a videózások, a felvételek, minden, és onnantól kezdve a hobbim lett közel 100 lakodalmat örökítettem meg. Hát az munka volt, igen, és jött egy bizonyos idő, amikor belefáradtam. 3 műszak mellett reggel mentem az erőművel dolgozni, vittem magammal az öltönyt, az autóba, kint volt a felszerelés, minden. Erőművel elmentem forgatni az esküvőt, hajnalán vége volt a lakodalomnak, mentem az erőművel lenyomni a délötős műszakot, és úgy jöttem haza, belefáradtam.
feleségemé, a sok-sok baba, mely a Győszi gyűjteménye, közel 400 darabos gyűjteménye van. Varrónő, és egy bizonyos idő után elkezdte gyűjtögetni a gyűszüket. Vannak ismerősök, akik mi is nagyon sokat, sok helyről hoztunk gyűszüket, meg jönnek és meglepik a feleségemet egy csodálatosan szép gyűszűvel. Mozgásban voltunk, szerettünk menni, kirándulni a környékbeli településekre, nagyon szinte nincs a közelben olyan település, ahol ne fordultunk volna meg. Pincefalvakat felkerestünk, és hát mivel hogy ennyit megyünk, meg ennyit kirándulunk, és akkor legyen a mozgást megjelenítő név, a vándorlás. Hát a magyar nép egy vándornép volt valamikor. És akkor hát így lett, meg ne legyen nyugdíjasok, ne legyen klub, meg ilyesmi, egy baráti kör. És így alakult a Vándorló Szépkörök baráti körének a elnevezése. 36 főve indítottuk a csoportot, jelen pillanatban 79-en vagyunk. A munka világából, amikor az emberek kijönnek, nagyon sok ember bezárja maga után az ajtót. Semmi más nincsen, csak a tévé van. Nem megy közönségekbe, és a sok-sok ilyen magamhoz hasonló emberek, akik elmentek fiatalon nyugdíjba, programokat, idősebb embereknek, csoportunknak két olyan társa van, aki január 10-én töltötte be a 90 évet. A másik társ az meg augusztusban lesz 90 éves, és nagyon aktívak, és jelentkeztek, hogy szeretnének ebbe a csoportba bejönni. Az idős embereknek programot, meg az ő részükre is megfizethető, elérhető programot szervezünk. Minden hónapban elmenjünk egy gyógyfürdőbe. Mindig azt mondom a buszon, hogy elmegyünk, a testünket kényeztetjük a gyógyvíz által adott jóságokkal, és a lelkünket azzal sok-sok beszélgetésre, a mosollyal. Mert én úgy gondolom, nincs a világon olyan gyógyszer, gyártó cég vagy kísérletező, aki a boldogságra, a szeretetre ilyen orvosságot tudna prezentálni, mint.